csapódik hozzájuk kis csicska, ugye hát ő még az a kategóriának számít, és ne szabd meg. És beleszív. Kész. Elindult lefelé a történet. Elmondhatjuk azt, hogy a designer drogok, vagy épp a szegénységi drogok, azok letarolták Magyarország teljes vidékét? Ebben van igazság, de így tisztázunk kell azért bizonyos fogalmakat. Ugye mit értünk designer drog alatt? Ugye, meg mit értünk szegénységi drog alatt? Ugye egyértelműen az utóbbi sokkal egyszerűbb meghatározni, hogy ezek nagyon olcsó szerek. És ez alatt általában egy nagy szercsoportot értünk, a szintetikus marihuána származékokat. A designer drog az egy nagyobb kosár, abba ez is természetesen belefér, abba belefér az az összes létező szercsoport, ahol nagyon-nagyon felgyorsult ugye az új szereknek valójában a megjelenése, hiszen ugye egy pici változás a kémiai szerkezetben, egy oldallánc változás, egy kettős kötés, stb. Új szer, új hatás, új klinikum. És alapvetően ez volt ez a klasszikus designer drog robbanás, ami valamikor a 2000-es éveknek az első harmadába született meg, és körülbelül egy évvel később már itt volt valójában Magyarországon is. És aztán ugye ennek elindult a törzs fejlődése, ahol ma gyakorlatilag ott tartunk, hogy hihetetlen új szerek jönnek, a szerek előállítási helye az megváltozott, elment Kínába, ahol ugye állami szemhúnyás mellett zajlik ezeknek az új szereknek tulajdonképpen az előállítása, és ez gyakorlatilag a szintetikus marihuánának, biofűnek, más nem, varázsdohánynak, ugye ez volt a klasszikus kultúrtörténete. Most, amit még tudni kell a szerről, hogy ez tényleg miért tudta letarolni Magyarországot, olcsó. 200 forint. 200 forintért lehet kapni egy biofűves cigarettát. Tehát gondoljunk bele, itt, ahol most veszük fel ezt az interjút, 600 forint egy óra parkolás. 600 forintért egy óra parkolás, ebből három darab biofűves cigi jön, ennek nagyjából a hatása körülbelül 3,5-4 órát tart. Hülyén mondva, jobban megéri érted három biofűves cigarettát venni, mint egy órát tulajdonképpen parkolni. És ez a piac, ez hihetetlen módon fejlődik. Nem beszélve arról, hogy körülbelül egy olyan 3 év előnye van az előállítóknak a szakmához képest. És ugye, ami ebben a történetben az még a gáz, ugye beszéltünk itt ugye a biofűekről. Azt mondom, hogy biofű. Oké, van ezek között olyan, amelyiknek a hatása alig éri el a marihuána hatását, és van olyan, amelyiknek a hatáserőssége, nagyon egyszerűen fogalmazom, hogy 10-15-ször meghaladja a THC-jét. Doki, ha valaki Magyarországon ma vesz biofüvet, tudja, hogy az mekkorát fog ütni, vagy épp nem fog ütni? Na ez a történet lényege, hogy nem tudja. Mert a eladó azt mondja, hogy fia, öreg, ez biofű. Oké, 120-130 vegyület tartozik ebbe a kosárba. És tényleg van olyan, ami alig THC, és van olyan, amiről az internetes kommentek azt mondják, hogy like a hammer fall on your face, ugye, mint a kalapáccsal pofán vágtak volna. Ami aztán a másik véglet, hiszen itt is ugye a második sluk után már ott van a központi idegrendszerbe, kifejti a hatását, klasszikus zombi drog. És nagyon érdekes, ugye itt az elmúlt években nekem is több ilyen betegem volt, ugye akár a kórház előtti, akár a kórházi szakba, és nem egy volt olyan, aki meghalt. Hiszen például ezeknél a nagyon ütős biofűveknél nagyon intenzív mondjuk a szívhatásuk, ami szívritmuszavart vagy hirtelen szívmegállást okoz, és ezt mi úgy hívjuk szaknyelven, hogy reanimáció refrakter szívmegállást, ami annyit jelent, hogy hiába próbáljuk az illetőt újraéleszteni, és ugye itt általában fiatal, amúgy egészséges emberekről van szó, akik ugye különösebb betegséggel nem bírnak, de ezeket sem elektromosan, sem gyógyszeresen azt a fajta szívritmuszavart vagy a szívmegállást nem tudtuk befolyásolni. Ha megnézzük ma például a kábítószerrel kapcsolatos halálozásokat Magyarországon, legalább az 50%-uk ezeknek az újabb fajta biofüveknek a következményeképpen áll be. Csodaszerek nincsenek, mint ugye idézőben csodaszer, mint régen ugye a Herkánál volt, ugye a heroinnál, hogy beadtuk neki a naloxont, és akkor ott föltámadott, körülnézett, mindenkit elküldött a anyjába, azt elment onnan a helyről, és hát ugye még fizikálisan sem tudtuk valójában, még nem is akartuk valójában visszatartani. Itt nincs ilyen. Itt nincs ilyen, itt próbálunk vele ezt, azt, amazt, lélegeztetjük, újraélesztjük, ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, olyan gyógyszer. Nem ritkán nem hat. Úgyhogy szar van a palacsintában. És tudod, az a baj, hogy ez már kifolyt. És ezt nem nagyon veszik észre. Pedig ez már büdös. Az elmúlt években ön mit lát? Hány éves volt a legfiatalabb? 8-9. 8-9. Ott már elindul. Hogy? Kezében nyomják. Ezt csinálja a többi.
haverok ezt csinálják, a nagyok ezt csinálják, csapódik hozzájuk, 16 évesek, biofiveznek, csapódik hozzájuk kis csicska, ugye hát ő még az a kategóriának számít, és lesz a meg. És beleszív. Kész. Elindult lefelé a történet. Mert benne még nincs meg 8-9 évesen az, hogy gyerekek, nem, hagyjatok már békében. Na jó van, kis öreg, húzz el innen. Hanem ő hozzájuk akar tartozni, ugyanaz nagy fiú akar lenni, nagy lány akar lenni. És gyakorlatilag belecsúszik ebbe a történetbe. Hány ember halhat meg ma Magyarországon ön szerint biofűtől? Körülbelül a fele az összhalálozásnak, ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fölfelé kerekítünk, akkor ez mondjuk nem éri el a 80-at. És azért, hogyha megnézzük mondjuk a nemzetközi statisztikákat, ahol általában ugye 1 millió lakosra szoktak számolni, azért Svédország, Finnország, Norvégia, Egyesült Királyság, itt ilyen 60-80 per millió lakos. Magyarán szólva azért igen, van Magyarországon kábítószer probléma, de azért messze-messze ez egy túl hype-olt dolog. Szóval messze-messze nem akkora ez a gond. Igen, persze az ország egyes területein megvannak ugye azok a dolgok, például ugye itt a szegregátumban élőknél ugye a szegénységi drog, ami gyakorlatilag akár több generációt is valójában letarol. De összességében, ha az egészet globális problémaként nézzük, nem akkora gond Magyarországon. Körülbelül 20 ezer kábítószer függő van ma Magyarországon. És a klasszikus problémás droghasználóknak a száma nem éri el a 2000-et. Ezek részben a vénásszer használók, részben pedig tényleg azok a nagyon hihetetlen módon leszutyat, peremre sodródott emberek, akik a napi gondot jelentik. És ugye az a gáz, hogy ebből a nem szép szó, pszichoszociális gettóból a kitörés az baromi nehéz. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szinte lehetetlen. Kérdezek necceset. Lehet. Nemzeti drogstratégia? Ugyan már. Miről beszélünk? Nincs. Most már ugye, most május 2-a van, ugye 2 év és 4 hónapra lejárt. Egyre nyoma nincs annak, ugye, hogy legyen új stratégia. Múltkor beszéltem egy-két kollégámmal, és azért itt azért nem vagyunk olyan nagyon sokan, hogy azt mondanánk, hogy hú, hát ezt nem is ismerem, ezt a csávot, meg azt se ismerem. És alapvetően ugye az azért lenne jó, ha lenne stratégia, mert hogy mit is tervez tulajdonképpen egy adott országnak a kormányzat az elkövetkező évekre. A megelőzésre hogyan akar foglalkozni, a büntetést hogyan akarja esetleg változtatni, enyhíteni, súlyosbítani. Szóval egyáltalán milyen az ország hozzása, mert ehhez képest kell kialakítani. Mert nagyon-nagyon más stratégia kell mondjuk itt, ahol most vagyunk, mondjuk az 5. kerületben, mondjuk egy előregedett kerület, ahol hétvégén gyakorlatilag forgalom alig van, és itt is nagyon más kell mondjuk egy 10. kerületben, nagyon más kell mondjuk valahol lent a tanyavilágban, nagyon más kell mondjuk Szabolcs-Szatmár megyébe, mondjuk a szegregátumban élőknél, de anélkül, hogy mondjuk egy ország nem mondaná ezt, én ezt szeretném megvalósítani az elkövetkező néhány évben, akkor a helyi stratégiákat meg lehet csinálni, de nem biztos, hogy ez mondjuk összefüggésben lesz azzal, hogy mit akar ugye egy adott országnak a vezetése. Lenne egyáltalán szükség nemzeti drogstratégiára? Én azt gondolom, hogy igen. Hogy tényleg azért, hogy lássuk azt, hogy egy adott országnak a vezetése hogyan tervezi a jövőt. Ugye itt azért Magyarországon, ha stratégia nincs is, de itt olyan mondatok, azért kihallások vannak ugye a politika oldaláról. És itt mondjuk szerintem az egyik leggázabb kinyilatkoztatás az orvosi marihuánának a nem bevezetése Magyarországon, ami már ugye az előző 4 évben is ugye előjött, és ott ugye az ex-miniszter, ugye Kásler úr is kijelentett, hogy a marihuána kábítószer, és pontosan ismerjük ugye az országnak ugye az ezzel kapcsolatos hozzáállását, és ez baromira megütötte a szakmának is a fülét. Hiszen most gondoljunk bele, oké, a marihuána kábítószer, ezt pontosan tudjuk, na de a morfium is az, meg a fentanil is az, meg a ketamin is az, meg az eszketamin is az, és ezek ott vannak ma már a medicinában. És ugye itt Magyarországnak nem kellene föltalálni a spanyol viasszal, nem arról lenne szó, hogy most legalizáljunk, szó nincs itt legalizálásról. És én abszolút legalizálás ellenes vagyok, ráadásul, hogyha belegondolunk, itt vagyunk 2023 tavaszán, és tényleg Magyarországnak az a legnagyobb problémája, hogy legalizáljuk-e a marihuánát, vagy nem. Hát nézzük meg, hogy mi van körülöttünk, a szegénységet, az inflációt, ugye a társadalmi ólónak az egyre nagyobb szélesedését, az egészségügyi általános állapotát, a tanárok fizetését, és így tovább is. Szóval rengeteg olyan dolog van, amit meg kellene valósítani. És persze majd lehet beszélni a marihuána legalizációjáról, de először legyen orvosi marihuána, utána legyen egy dekriminalizálás, és itt azért éveknek kell ahhoz eltelni, és ha majd valamikor, mondjuk 10,
15 év múlva már elő lehet venni ezt a témát, és nagyon fontos, beszélni kell róla, és alapvetően szakmai alapon kell erről beszélni, nem pedig szavazati alapon, hogy oké, bármit ugattok, gyerekek, hát úgyis megvan nekünk a kétharmad, tulajdonképpen azt csinálunk, amit akarunk. A kormányzat, a rendőrség, önök miért vannak az aktuális trendekről lemaradva 3 évben? Mi ez a bűvös 3 éves szem? Nem a trendekről vagyunk lemaradva, hanem a szerekkel kapcsolatban vagyunk lemaradva. És gondolj vele, honnan fog kiderülni, hogy van egy új szer a piacon? Honnan tudjuk? Mondjuk onnan, hogy ma hajnalban mondjuk a rendőrök itt a Bajcsin megállítottak egy autót, rutin ellenőrzés, ugye megszondáztatták a sofőrt, negatív, de valami olyan furcsa. Szóval nem ez a klasszikus amerikai film, hogy letekeri az ablakot, és akkor rastafári külnek, és úgy vastagon áramlik ki a füst, de valami furcsa, és nem tetszik a rendőrnek. És azt mondja, hogy na hát akkor urak, akkor zsebeket kipakolni, autót átnézik, és találnak benne mondjuk egy simítózára zacskót, amiben van egy tabletta, valami por, vagy van növénymaradvány, amiről azt mondják, hogy kábítószer gyanús anyag, hiszen mindaddig, amíg a vegyészeti vizsgálat el nem készül, addig ez csak gyanús, mert lehet, hogy mit tudom, sütőpor van benne, porcukor, hát azt meg tarthatok, miért ne tarthatnék. És akkor elviszik a sofőrt is, vesznek tőle vért, meg vizeletet, a többi gyerektől vesznek vizeletet, és elindulnak ezek a levet minták a laborba. És kiderül, hogy találnak egy olyan szert, akár a lefoglalt anyag, vagy a vizeletbe, ami eddig még az Európai Drogmonitorozási Központ, az MCDDA nem regisztrált. És innentől kezdve mit tudunk? Van egy új szer. Tudunk róla némi fizikokémiai ismeretet, mit tudunk, fehér por, különböző kémiai tulajdonságai, és nagyjából ennyi. És 3 évnek kell eltelni ahhoz, hogy összegyűjjön erről a szerről annyi információ, amiből azt tudjuk mondani, hogy kérem szépen ennek a hozzászokásási potenciálja ilyen, a bejött adatok alapján a tünetek nagyjából arról szól, hogy ettől a bal füle áll el a gyereknek, vagy a jobb füle, vagy mind a két füle, mit tudom én, fölmegy a vérnyomása, lemegy a vérnyomása, és így tovább, és így tovább. És 3 év után tud mondjuk az MCDDA kiadni erről egy ismertetőt. Itt most ne azt képzeld el, hogy egy ilyen vastag könyv, hanem 6 oldal, 8 oldal. És ez az a bizonyos 3 év. És lehet, hogy az a szer az mondjuk csak tegnap előtt érkezett meg ide az Unióba, az is lehet, hogy már fél éve itt van. Csak még sehol nem bukott le. És van egy jól működő riadólánc. Magyarán szóval, ha találnak egy új szert, és Magyarországon is több ilyen új szert találtak, akkor az gyakorlatilag 24 órán belül az Unió összes létező szakértőjéhez eljutnak azok az alapinformációk, amiket tudunk róla. És persze, amikor majd megjelenik ez a bulletin, meg beküldik ugye az adatokat ugye az EMCDD ahhoz, hogy nálunk volt 34 ilyen lefoglalás, abból 2-nél ezt találtunk, többinél azt, akkor lehet ezt majd valójában sommázni, és innen jön ez a 3 év összességében.